A járványhelyzetben hozott korlátozó intézkedések nem tették lehetővé a képviselőtestületi ülések megtartását. Még az év elején reménykedtek abban, hogy a költségvetés tervezése és elfogadása már a megszokott körülmények között történhet. De a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. A költségvetést február közepéig kell elfogadni. Február 15 éig ö, nem is lehet már ülést tartani. Eddig abba bíztunk, hogy hogy a testületülést megtarthatjuk az utolsó pillanatban. Ugye február 8-án lejárt volna a veszélyhelyzet, ezt most uh, meghosszabbította uh, a kormány uh, két héttel, és utána pedig még 90 napos felhatalmazást kért a parlamenttől. Tehát egyértelműen látszik, hogy a költségvetést uh, nagy testületi uh, ülésen nem fogjuk tudni uh, átvinni, úgyhogy ez polgármesteri döntéssel fog várhatóan menni. Nyilván egyeztetünk a képviselőtársaimmal, nyilván minden anyagot átküldünk, és egyenként, képviselőnként, online, telefonon átbeszéljük a költségvetést. Egy kicsit talán bonyolultabb, de, de ugye kiépített rendszerünk van akár videokonferenciára is, tehát mindenképpen testületi engedéllyel lesz általam elfogadva kiskörös város költségvetése 2021-re. A járványhelyzet gazdaságilag is éreztette hatását. A pandémia tavaly nem csak számos nem várt többletkiadást eredményezett, de bevétel kieséssel is járt. Az óvatosság éve lesz a 2021, bárhogyan is alakul a, a pandémiás helyzet. Én 2021-re a képviselőtársaimnak is óvatosságot és visszafogott költségvetést ajánlok és kérek, mert azért az elmúlt év egy nagyon komoly váratlan költségvetési kiadásokat. Okozott, illetve költségvetési bevételi kieséseink is komolyan jelentkeztek. Ezért a 2021-es költségvetést ennek megfelelően egy rendkívül visszafogott költségvetésként fogom a képviselő társaimnak bemutatni. Akár a rendezvényeinkben, akár az egyéb vásárlásainkban, de legmarkánsabban és sajnos egyértelműbben fog megjelenni a költségvetésünkben a felhasználható önrész mennyisége. Uh, ugyanis 2021-ben vagy 20-ban az önrészünk elég jól megcsappant, így aztán a pályázataink, a pályázati kiírásokhoz való átgondolás egészen más gondolatvilággal fog menni, mint eddig. Eddig nem igazán volt gondunk, hogyha 70, 60, 80 vagy 100 millió forintot hozzá kellett tennünk egy, egy pályázathoz, hogy na igen, ezt mi akarjuk, és akkor ez legyen meg. Most biztos, hogy, hogy egy olyan hozzáállást fogunk tanúsítani, hogy csak azokat a pályázatokat és olyan költs komoly költségvetési átgondolással fogunk pályázni, hogyha az önrészt minimálisra kell, hogy fogjuk. Az önkormányzat már túl van a költségvetési tárgyalásokon az intézményeivel minden intézménnyel a költségvetését átbeszéltük, és ezeket a költségvetéseket az intézményvezetők elfogadták és komolyan veszik. Ők is tudják, hogy most nem az az év van, hogy egy nagy fejlesztést csak úgy bevállalunk, inkább aprózzuk a lehetőségeket, de nyilván, csak most pár példát mondva, az új óvodánál egy-egy eszköznek, egy-egy bútornak a, a beszerzése. Most is a fontossági sorrendek között van, hiszen szeptembertől az újóda már fogadja a, a gyermekeket, és annak működőképesnek, és egész kereknek kell e, lenni, tehát ott nem fogjuk e, korlátozni nagyon nagy mértékben, és nem is. E, engedjük meg magunknak, hogy az új ne úgy induljon, ahogyan egy új indulni kell. Tehát azt ott nyilván önerőt fogunk hozzárendelni, nem keveset ahhoz, hogy az óda induljon. Ugyanígy vagyunk a szociális intézményünkkel, ahol egy nagyon rossz állapotú autójuk van, ezt az autót egyértelműen le fogjuk cserélni, látjuk a szükségét, fogunk vásárolni oda egy másik új autót. Tehát azért ilyen dolgokban nem sporolunk, de, de nagyon átgondolunk minden vásárlást, és sajnos nagyon át kell gondolnunk minden kiadást. A vírus és az általa generált gazdasági nehézségek több önkormányzat gazdasági stabilitását is veszélyeztették. Kiskörösváros gazdálkodása továbbra is biztos lábakon áll. A Kiskörösváros önkormányzata és pénzügyi helyzete megengedi azt, hogy a, a kötelező feladat ellátás mellett a megszokott önként vállalt feladatokat is el tudjuk vállalni, és a, a megszokott és már elfogadott önként vállalt feladataink mellett továbbra is kiállunk és ezeket a feladatokat is el fogjuk tudni látni. Ez egy kardinális kérdés volt. Az iparűzési adóforrás elvonását a kormányzat a 25 ezer fő alatti települések, így kiskörös számára is kompenzálja. Ez úgy fog működni, hogy a vállalkozóknak az eddig megszokott iparűzési adójának a felét kell, hogy befizessék. A kormány ezzel segíti a vállalkozókat. Úgy tűnik, hogy sújtja az önkormányzatokat, de szerencsére mi abba a kategóriába tartozunk, ahol a kormány egyértelműen nyilatkozott, miniszterelnök úr is, pénzügyminiszter úr is, vagy a 25 ezer fő alatti települések a kiesést egy az egybe kormányzattól megkapják. Ezért egy picit azért a, a, a sok borulátás mellett néha-néha felvillan a nap a kormány segítségével. Az önkormányzat bevételeinek jelentős hányada származik az iparüzési adókból. A pandémia miatt kialakult gazdasági nehézséget a helyi vállalkozások, cégek is megérzik, ami szintén hatással van a város bevételeinek alakulására, és ezáltal a költségvetésre is. 2019-ben az iparüzési bevétel kiugróan magas, 1 milliárd forint feletti volt. Annak ellenére is csökkenni fog, hogy a kormány milyen intézkedést hoz nem azt mondom, hogy, hogy megrendíti a, a várost, de, de 100 százmilliós nagyságrendben sajnos önmagától is a pandémiás helyzet hozott egy, egy iparüzési adó bevételi csökkenést. Nyilván 2020-at még nem tudjuk teljesen pontosan, de azt biztosan látjuk, hogy az összadó bevételünk az jelentősen csökkenni fog. A költségvetésben több olyan kötelező és önként vállalt feladat van, melyek biztosítása jelentős terhet ró az önkormányzatra. A legköltségesebb az intézményrendszer fenntartása. Annak ellenére, hogy az intézményeink kitűnően eh, helytállnak és eh, ebben a nehéz pandémiás helyzetben is, eh, is eh, hozzák a, a visszafogott költségeket, és hozzák azt az eredményt, hogy az intézményünk jól működik és gazdaságosan működik. A legnagyobb költséget nyilván ez, ez okozza, és azért 173 ember dolgozik az önkormányzat kötelékébe, a, a bérköltségeket is megint ugye minimál bért emeltek, a bérköltségek mindig a, a, legnagyobb költségek az összköltség nemünkön belül. Ezeket is azért büszkén mondom, hogy senkinek nem kell félni körös önkormányzathoz kapcsolódó cégeknek, intézményeknek, hogy nem kapnak fizetést, biztosan és stabilan fizetni fogunk tudni. Tehát, tehát azért a legnagyobb költségeket, a legnagyobb feladatokat, akár a kötelező feladatellátásban, akár az önként vállalt feladatellátásban teljesíteni fogunk és fogjuk tudni 2021-ben is. Ezen feltételek biztosításához azonban elengedhetetlen, hogy a kiadási oldalon minél több megtakarítást tudjon realizálni az önkormányzat. Abban egyértelműen látjuk, hogy a pandémiás helyzet miatt a rendezvényeink 2021-ben sem fognak visszatérni olyan volumenben, olyan nagyságban és olyan mennyiségben sem, mint ahogyan ezt az elmúlt évtizedekben megtanultuk, megszoktuk és várjuk. Ez egy nagyon nagy, nagyon nagy megtakarítás lesz a városi büdzsében. Nem mondom azt, hogy ezt örömmel tesszük, de, de más megoldásunk nincs. Valahol a, a, az anyagtakarékos, pénztakarékos költségvetésünknek vetésünknek is jót tesz egyébként ez a visszafogott rendezvényszervezés. Most, most azért jó volt látni 2020-ban ezt a, a helyiekkel, a helyieknek elképzelésű szüreti, fesztivált, nem is fesztivál volt, ez csak egy születi mulatság. A sikere az, az egészen, egészen, kiemelkedő volt. Egy ilyen szintű rendezvényekig fogunk elmenni, fogunk tudni elmenni, és ezzel nagyon, fogunk sokat, nagyon sokat fogunk sporolni. Meg fog ez, ez azért jelenni az intézményeink működésében is, ahogyan azt már említettem, a nagy beruházások, a, a, a hirtelen vásárlásainkba, az ingatlan vásárlásokba, a, a, a adhok pénzkiadásainkba bizony bizony visszafogottak leszünk. Nagyon nagy lendülettel kezdtünk be az új piac környékén, az ingatlanok átnézésébe, hogy parkolót kellene építenünk, mennyi parkolóra lenne szükségünk. Például ezt már most mondom, hogy ez a lendületünk megtört, mondhatom ezt egy ingatlan csoportot megvásároltunk, még szerettünk volna további ingatlanokat vásárolni, biztos, hogy el fogjuk halasztani az ilyen irányú vásárlásokat. Tehát ilyenekre eh, gondolok, hogy, hogy eh, lényegesen visszafogottabban fogunk költeni, és visszafogottabban fogunk átgondolni egy-egy feladatot, még ha szükséges is. Akkor is lehet, hogy most 2021-ben azt mondjuk, Hogyha kibírjuk 22-ig, akkor inkább lehet, hogy eltoljuk a, a, a pénzköltését, költ, a vásárlást, vagy esetleg akár az egész programot. A következő napokban a városvezetés legfontosabb feladata a költségvetés véglegesítése lesz, hiszen azt február 15-ével kell a megyének, illetve a pénzügyminisztériumnak elküldeni.